Papíron óvatosságra okot adóan intőjel volt, hogy még mutatóban sem volt német játékos a Rutnori keretében. Amerikaiak, volt jugoszlávok, illetve belga és svéd játékosok szerepelnek az éppen aktuális német bajnoknál. A csapat nevében ugyan benne van a Stars szó, de sztárokat, csillagokat még csak mutatóban sem tudtunk felfedezni közöttük. Bele is futottak a késbe rendesen a vendégek Szekszárdon. Mint kiderült, a szekszárdi csapat más szintet, más nívót képvisel, egyénileg és a csapatjáték minőségét illetően is, mint ellenfele. Ráadásul a lányok nagy kedvel játszva, szinte egymást felülmúlva játszottak Dojkic és McCall főszereplésével. Így aztán 35 ponttal 83-48-ra verték a lelkes, nemzetközi porondon erősen behatárolt képességű ellenfelt. Edzőjük szomorúságukat nem titkolva nyilatkozott a legsúlyosabb vereségük után az Európa kupában. Hiába vagyunk otthon veretlenek, hosszabb ideje már, az Európa kupa más szint. Ekkora különbség azért nincs a két csapat között, az első félidőben önmagunkhoz képest is gyengében teljesítettünk, ami negatívan befolyásolta az egész meccset. Nem akarom szépíteni a dolgot, akkor is kirajzolódott a két csapat játék ereje közötti különbség, amikor agresszívebben, figyelem koncentrációban azért följavultunk, mondta lehangolóan Christian Hergenröter. Jokic Zsejko leginkább annak örült, hogy a közönséget kiszolgáló, maximális győzelemre törő játékot kapott vissza szinte mindenkitől, aki pályára lép. A első félidő extra nagyon jó százalékban dobtunk, 70%-ban dobtunk hármasok, nagyon jó, eddig legjobb meccs ebben a szezonban, és másik pedig, tudod, nagyon nehéz sorozatban vagyunk, már 10 nap alatt, ez szerintem 6. meccsünk, vagy 5. meccsünk, és most tudod, erről szó, podról milyen játékosok bemennek játékon, mit tudnak plusz tenni. Az eddig csak perceket kapott Studer Zsuzsa 14 percet volt a pályán ezen a meccsen, és nem csak a védekezésben, hanem a támadásban is kapott feladatokat. Úgy látom, hogy talán több lehetőséget kapok, mint a tavaly előtti szezonokban. Én úgy érzem, hogy ezen a meccsen sikerült élnem a lehetőséggel, de az egész csapatot meg kell dicsérnem, mert mindenki szuperül játszott fejben, mindenki ott volt, és mindenki maximálisan teljesített. Zsuzsa kérdésünkre elmondta, az eligazolás más csapatokhoz, ahol biztosan több lehetőséget kapna, nem vetődik fel egyáltalán nála. Nem igazán fordult meg ez a fejembe, hogy elmenjek innen, imádom Szekszárdot, a családom ideköt, a szerelmem ideköt, minden, tényleg mindenem itt van, úgyhogy nekem itt tökéletes Szekszárdon. A fölényes győzelem részese lehetett egyébként a három utánpótláskorú, az NB1-ben már bemutatkozott játékos is. Miklós Melinda és Vince Nikolett mellett Horváth Dóra is pályára lépett ezen az Európa Kupa meccsen.